Anna, gyere már, mert lekészítjük a sajtótájékoztatót. Nyugodjál már meg. Na. Magyar hősök és magyar zeneszerzők, ez a következő évad koncepciója. István a királlyal indítunk, utána egy Semmelweisről szóló opera ősbemutatója, Semmelweis év keretében, utána Fényes Szabolcs legendás majája, majd a Pendragon legenda, és utána pedig egy csodálatos bemutató, ami most nemzetközi sikereket arat, Molnár Ferenc Liliomjából készült musical, a Karusszel és egy klasszikus Kálmán operett, a Marica grófnő, ez az idei kínálat. De én, István, akit nemzettél, atyám, én most esküszöm, hogy számíthatsz rám. Esélyre nem temet, én őrzöm lelkedet, míg élek, folytatom a művedet. Megállj, István! Mondd csak, mit képzelsz magadról? Gyenge vagy, még elfúj minden szél. Erős kézzel kell az országot vigyázni, szállj magadba, vajk, és légy szerény! De azt gondolom, hogy a magyar történelemnek ez a pontja, amiről az István a király szól, az egy rendkívül sűrű és olyan dilemmákkal teli időszak, ami azóta is elkíséri ezt az országot és a történelmét. Ezért ennek az előadásnak van egy olyan rétege, ami komoly dolgokról és mélyen tud beszélni. Másrészt, mint ahogy ezt a zenét most hallottuk, a zenei hálónak egy olyan hatása és egy olyan helye a magyar emberek szívében, aminek ez az előadás nagyon szeretne megfelelni, mint látványában, mint frissességében és fiatalosságában. Semmelweis Ignácot leginkább arról ismerjük, hogy azt mondják róla, hogy az anyák megmentője, de a saját korában igazából egy boszorkányüldözött ember volt, akit nem hallgatott meg a világ, és végül egy elmegyógyintézetben a saját ápolói ölték meg, holott csak annyi volt a bűne, hogy kiállt a saját igazáért, új tanokat mert hirdetni, és mániákusan harcolt ezért az igazáért és mások életéért. Most nyitottunk egy olyan koprodukciós hálót, hogy magánproducerekkel is összefogtunk. Ennek az egyik példája az Apáca Show bemutatója. Szente Vajk és Rosta Mária producer tulajdonképpen letett elém egy olyan szereposztást, amiben a színház összes sztárjai, jó néhányan itt is ülnek, Peller Anna a főszerepben. De lesz még ilyen együttműködés a Magyar Zenész Színházzal. Bozsó József rendezésében részt veszünk egy Mária Főhadnagy koprodukcióba, szereplőket és jelmezdíszlet segítséget adunk, ami Békés Csabán és Veszprémben is bemutatásra kerül. Én több ilyen együttműködésünk volt Miskolccal, Kolozsvárral és más színházakkal. Én fontosnak tartom, hogy a magyar operett játszás ne csak ebben az épületben, hanem más színházakban is jó körülmények között tudjon dolgozni. Egyáltalán szeretőd már, de hát legalább egy sétáló az mégis volt. Igen, hol várt rád? Arra nem emlékszem már. Erdőn volt? Nem. Harton hát? Nem. Aztán szeretted? Nem. Én azt gondolom, hogy ez a darab erről szól, hogy sosem maradsz egyedül. Én azt gondolom, sem ez a társulat, sem senki nem marad egyedül.
Hajrá, Lilium! Ilyenkor mindig arra figyelünk, hogy Lehocki Zsuzsától, Oswald Marikáig, Fischl Mónikától, Homonnai Zsoltig és Dolhai Attilától, Nádasi Veráig, és mindenki kapjon neki való szerepet, illetve hogy egy pár új arc is bemutatkozhasson az évad egyes bemutatóiban, illetve legyenek olyan vendégek, akiknek a társulati tagok egy új erővel, egy új hittel tudnak a szemébe nézni, akitől inspirációt nyerhetnek egy megújuló művészi munkához. Míg megtöltöd a teljes üveget, addig én is fogom a tiédet. 19 évesen Nagyváradról egy fiatalember Budapestre érkezik, és olyan zenét ír, ami miatt Harmat Imre, az akkori sztár színész és író, letesz az asztalra egy szövegkönyvet Maja címmel, és 1931-ben van egy bemutató Honti Hanna főszereplésével, és elindul egy sikersorozat, ami a háború után Karádi Katalin főszereplésével folytatódik a Romos Budapesten, majd később Fényes Szabolcs igazgatás alatt Galambas Erzsivel. Ebbe a sorba kell illeszkedni. Pendragon legenda ugye ebbe a terembe kerül bemutatásra, és hát azt tudom ígérni önöknek, hogy ide varázsoljuk a Pendragon kastélynak bizonyos részleteit, átváltozik remélhetőleg az egész millió. Egy nagyon izgalmas krimi, ami egy furcsa, misztikus, mítikus világba lesz beleimportálva. Készült már az osztag, ezért golyó jár. Mit tudjátok ti bent, hogy ide kint mi fáj, ami egy nyelvfilozófiailag is érdekes állítás. De most ez egy rengeteg feszültséget rejt magában ez a mondat. Ezt a feszültséget érzitek rajta. És többek között amit rejt magában, ebben benne rejlik Kálmán Imre sorsa, benne rejlik a magyar történelem, benne rejlik a főszereplő, aki ezt mindezt egy cigány hegedűje mellett énekli el. Egy az élet egyszer, és csak két sem gondold meg ezt. Simulj hozzá, drága, nézd csak, minden táncolni kezd. Ó, de szép is az, hogy mindent, mindent felejthetünk, mert hajt fel közben, azt sem tudjuk, mi történt. Magyarországon talán szokatlan az, hogy egy kreatív producer vagy egy menedzser, egy színházban felnőtt menedzser egy művészeti tanáccsal vagy tanácsadókkal egyedül vezessen egy ekkora intézmény, de erre számos sikeres külföldi példa van. Ilyenkor az ember nem tehet más, mint hogy a közösségi színházba hisz, az együttes kitalációban, és abban, hogy a felkért rendezők, zenei vezetők, tervezők, és mindenki együtt alkotja azt az évados programot, és azokat a varázslatos estéket, amit a közösség és a közönség láthat. Ezt mutatja az új bérleti tájékoztatónk is, amiben nem csak a neves sztárok, hanem az őket segítő színházi dolgozók is helyet kaptak az idén. Várunk mindenkit a bérletváltásra, szerintem érdemes lesz.